Egy picit átrendeztük a színpadképet, hogy zavartalanul élvezhessék a most következő kerekasztal beszélgetést, amelynek a résztvevőit már is a színpadra szólítom. Fogadják nagy szeretettel a Transpet Kft. ügyvezetőjét, Fülöp Szabolcs urat! Érkezik ide mellénk a Sheffler Debrecen FAG Magyarország Ipari Kft. ügyvezetője Szabó Péter. A középső kanapén legyetek szívesek helyet foglalni, nagyon szépen köszönjük csatlakozik hozzánk a Transpet Kft. fuvarozási igazgatója Tóth Csaba úr. És szeretettel látjuk a színpadon az átépítést, ennek a vontatónak az átépítését végző Elektromega Kft. tulajdonosát, ügyvezetőjét, Kőszegi Dánielt. Szeretettel köszöntök mindenkit itt a színpadon. Hát a következő nagyjából másfél-két órában megfejtjük az elektromos mobilitást. Azt hiszem, hogy sokat, ennél sokkal többet tudnánk erről beszélgetni, de akkor kezdjük egy általánosabb kérdéssel. A téma az lesz egyébként, hogy a személyi közlekedésben hogyan nyer vagy nyerhet terepet és teret az elektromos mobilitás. Ugye az látszik, az tény, hogy szinte az összes nagygyártó, sőt az összes nagygyártó megérkezett az elektromos hajtásláncával, és megpróbálnak erre a piacra is betörni. Viszont a haszongépjárművek, a haszon jármű között körében is megjelent az elektromos mobilitás. Város szerte, gondolom itt Debrecenben is, de Budapesten is látni már ezeket a kisebb furgonokat, amelyek tisztán elektromos hajtásúak. Hát kezdjük akkor a Transpet Kft-vel, a vendéglátónkkal. Mikor kezdtetek el gondolkozni azon, hogy reagálni kellene az autóipari változásokra, és ki lehetne -e próbálni mondjuk egy elektromos vontatót a logisztikában, a szállítmányozásban? Mindig volt egy ilyen megjegyzés, egy ilyen apróbetűs megjegyzés, hogy igen, igen, de a logisztikában ez pont nem működik, mert annyira nehéz az akkumulátor, pontosan tudjuk, hogy mik voltak az érvek. Mikor merült fel bennetek először komolyan, hogy meg kéne mégiscsak próbálni? Eh... Köszöntök mindenkit. Kezdeném mondan, hogy ténylegesen, az ambíciók, illetve a média visszhang az egész elektromobilitás mögött, legalábbis, ami a logisztikát illeti, az sokkal nagyobb, mint az a valós tapasztalás, amit a mindennapokban, a mindennapokban azért találkozni lehet, és most már gyakorlatilag 10-15 éve egyre másra jelentik be különböző nagy nevű nemzetközi cégek, startupok, hogy hamarosan hidrogénhajtású, elektromos hajtású, ilyen-olyan-amolyan -olyan -olyan eszközöket állítanak forgalomba, és a gyakorlat az, hogy ezeket nem látjuk a valóságban és az Egyesült Államokban már nem egy menedzser ül előzetes letartóztatásban olyan startupok mögött, akik, vagy olyan startupoknak a menedzserei, akik lényegében a világot becsapva szedtek össze egy csomó befektetői pénzt ebben a témában, úgyhogy nem árt óvatosnak lenni ebben a témakörben. És mi a Transpednél, mint családi tulajdonú vállalatnál rendetesen fontos számunkra az üzleti etika, és és szeretnénk ezen az alkalmon is, és úgy általában is a greenwashingot, tehát azt a, azt a fajta ilyen felesleges vagy üres média puffogtatást elkerülni, és inkább a konkrétumokról, a gyakorlati megvalósításról beszélgetni. És emiatt ugye eléggé gyanakodva figyeljük most már szerintem egy tíz éve azt, hogy, hogy mi zajlik ebben a, ebben a kérdéskörben. és... és körülbelül szalán két évvel ezelőtt, ö, 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 vagy három évvel ezelőtt egy, egy konferencián ö, ö, találkoztunk az Elektromegának a képviselőivel, akiknek az volt, a, az, volt az, új, az, volt az ötletük, hogy mi lenne, ha elengednénk ezt a, csillagháborús víziót, hogy valami teljesen újra rajzolt futurisztikus űrhajóval próbálunk fuvarozni, hanem helyette nézzük meg, hogy mi működik a, a gyakorlatban. Vannak jó alvázak, egy, egy, egy elektromos hajtáslánc sokkal kisebb helyet foglal el, mint egy hagyományos hajtáslánc. Szereljünk át eszközöket, és nézzük meg, hogy ez működik a gyakorlatban. Nyilvánvalóan majd kompromisszumokkal, meg egyebekkel kell szembenézni, legyen ez hatótáv, egyebek, de mégis hát ha ez az egész működőképes. És aztán egyik évben is találkoztunk egy konferencián, második évben is találkoztunk egy konferencián, és, és amikor már az ő ötletük manifestálódott, tehát volt működő prototípusok, akkor, akkor a Csaba kollégámmal, aki a fuvarozásnak a vezetője már jó ideje a Transpednél, abba gondoltunk, hogy akkor lehet, hogy ez komolyan kéne venni, és akkor nézzük meg, hogy ténylegesen a jelenlegi technológiával van-e olyan használati eset, amire ezt lehet használni. És tulajdonképpen ekkor fogalmazódott meg bennünk, hogy azért nekünk, a, mint komplex logisztikai szolgáltatónak, nem csak az a feladatunk, hogy nem tudom Írországba gyógyszert fuvarozzunk, hanem nekünk vannak olyan helyi partnereink, akiknél 5-6 fordulót, 40-50-90 kilométeres hatótában kell lefutni autóinknak, és azok a dízel kamionok, amik ilyen városi közlekedésben vannak, most itt talán édesapám, vagy polgármester úr, nem is, alpolgármester úr jegyezte meg, hogy ezek a régi fák 40 litert fogyasztottak százon. Hát mindenkit el kell csak, hogy Ma a városi közlekedésben közlekedő dízel teherautó pontosan ugyanúgy 40 litert fogyaszt, mint ahogy egyébként ezt 89-ben tette egy rába közúton. Ugyanis a, a, a helyi közlekedésben állandóan meg kell állni, piros lámpa, újraindulás, stb. És ezek a, ezek a dízeljárművek nem erre vannak kitalálva. Tehát gyakorlatilag egy, egy, egy óriási energia ami ebben történik. Miközben a termikus hatások a legjobb egyébként nagyjából ezeknek a Igen. motoroknak a világon. Igen. És, és akkor elkezdtünk számolgatni, és ab, ab, a, arra jöttünk rá, hogy tulajdonképpen ez az eset, amiből nálunk azért van egy tucatnyi a vállalatban, ezekre valószínűleg jó lenne ez az eszköz. És akkor én jóvá hagytam a Csabának azt a, azt a projektjét, hogy akkor járjon ennek a dolognak utána, az elektromegásokkal közösen készítsenek erre egy üzleti tervet, és, és ennek az lett, a, az lett az eredménye, hogy talán ennek az évnek a legelején született maga az az elvi egyetértés, hogy jó, akkor ennek most már tényleg elérkezett az ideje, és keressük meg hozzá azt a partnert, aki először hajlandó velünk együtt működni egy ilyen kérdésben, és, és, és nyilván itt, az, itt ennek üzleti feltételei vannak, vagy azt mondanom, se kell, hogy ez egy hosszú távú beruházás. Tehát, hogyha azért nem kell... Arra számítani, hogy holnap után előzönlik az utakat ezek az elektromos járművek, mert ennek a megtérülési ideje nagyjából egy ilyen még mindig egy 5-6 év, és aki dolgozott már ipari gyártó szektorban, az tudja, hogyha valaminek három vagy annál nagyobb a megtérülési ideje, de sok esetben még adott esetben egy, akkor arra egyszerűen nincsen beruházási budget. És, és ezért kell nekünk stratégiai partnerségben kezelni ezt a kérdést, illetve itt jön nagyon jól, hogy, hogy mi, mint családi vállalat, mi nem a holnapi részvényárfolyamoknak a világában élünk, hanem mi szeretnénk, ahogy itt a felvezetőből is elhangzott, a gyerekeinkre egy jobb vállalatot hagyni, mint ahogy azt adott esetben átvettük, és emiatt hosszú távú projektekben gondolkodni. És akkor tulajdonképpen ennek a három-négy hatásnak az egyvelege volt az a robbanó elegy, ami, 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 életre hozta ezt a, ezt a projektet. Tehát van, van távú partnerség, van egy olyan technológiai cég, aki ezt képes megcsinálni nekünk van ebbe fenntartatósági, üzleti, racionálitás, üzleti szándék, és azt gondoljuk, hogy hosszú távon tudunk egy olyan racionális lépést tenni a jövő irányába, ami elérhető, ami gyakorlatias, nem valamiféle marketing lufi, és, és, és ennek, en, emiatt ugrottunk bele ebbe a fejlesztésbe. Hát nagyon szépen köszönjük ezt az összefoglalást, egyébként pedig ugye annak idején, amikor még a számítógépeket úgy raktuk össze mindenféle félhomályos és meglehetősen rossz levegőjű kollégiumi szobákban, akkor mondta, hogy kéne egy számítógép, akkor aki értett hozzá, visszakérdezett, hogy de mire kell. Ugye pontosan itt is erről van szó, hogy meg kell találni a felhasználásnak a pontos helyét, ahol valóban minden szempontból megtérülhet egy ilyen eszköznek a használata. És ebben egyébként az ebbéli nyitottság azt gondolom, hogy mindenképpen találkozott a szándékkal. Hát akkor folytassuk az elektromega képviseletében itt ülő közszegi Dániellel, mert ugye ez nem egy olyan vontató, amelyet eredetileg elektromosnak szántak, ez egy átépített, 2017-ben üzembe helyezett vontató. Mi volt ennek a műszaki különlegessége, és mondjuk milyen előnyei vannak, hogyha átépítünk egy már meglévő vontatót, meg mennyire volt nehéz menet ez? Először szeretnék hivatkozni Fülöp Zsolt, ügyvezető egy mondatára az előbbi hozzászólásából, hogy ők egy lépéssel szeretnének a konkurencia előtt járni. Na most az egész történet, ahol most együtt lehetünk, és annak az eredménye ez erről szól, egy lépéssel a konkurencia előtt. E, azzal, hogy, és ráadásul abszolút realisztikusan. Nagyszerű volt itt az előbbi hozzászólás is, pontosan ebben, hogy nem lufit fújunk, hanem abszolút realisztikusan. És ez a úgynevezett retrofit megoldás, amit mi most alkalmazunk, ez, ez az a realitás, hogy van egy dízel kamion, amit mondjuk három-négy évre leasingel, ugye első menetben a, a vevő vagy vagy a, a, a leasingelő cég, és amikor lejár a leasing, akkor átadja nekünk, Kirobáljuk belőle mindent, ami dízel téma, és akkor beleveszünk a mi saját, nyilván szabadalmaztatott iparjogvédelmileg, ugye nagyon sok témakörben már szabadalmaztatott eljárással készített meghajtásunkat. És ezzel, hát egyrészt száz százalékban elektromossá válik a kamion, másodszor a költsége, az összköltsége, az az én meglátásom szerint 40-45 jó legyen 45 százalék, egy vadonatúj mai nagynevű ugye, kamionhoz képest, elektromos kamionhoz képest, és ugyanazt tudja Mondom én, aki ezt csinálom, szokták mondani, hogy cigány csak a dicséri, de hát kérem tisztettel, a valóság az, hogy tényleg tudja. Ez a szerencse. És pontosan ezért tudunk együttműködni, és ezért mondom azt, hogy biztos vagyok benne. Igaz, ugyan, hogy most az az első kocsi, amit a mai napon ünnepiesen át tudunk adni a, a trasped részére, de bízok benne, hogy azért követi ezt, nagyon sok minden más. Tehát egyrészt gazdaságilag nagyon jó, az a szituáció, hogy, hogy ez a városban az előbb elhangzottak szerint járva nem pufog ki semmiféle szennyező anyagot, amit közvetlenül a felhasználó, illetve a, 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 az emberek, akik a városban élnek, nem érzik azt a, azt a benzingőzös történetet, amit sajnos akik allergiásak, jó magam is az vagyok, rögtön megérzek, ha elmegy mellettem egy nagyobb teherautó. Tehát... És nem beszélve a csendességről, mert ugye ez abszolút csendes. Sőt, még sokszor arra kell vigyáznunk, azért kell bizonyos technikai megoldást alkalmazni, hogy valami kis zajt csináljunk, hogyha közeledik valaki, akkor hallja, hogy ott jön egy teherautó, ennyire csendes. Éppen ezért látok jövőképet, nagyon szép jövőképet ebben, és tudom azt, hogy, hogy ezért érdemes csinálni, és a retrofitnak ez a bizonyos előnye, hogy 45 körüli százalékba kerül az egész, ez egy, ez egy, gazdaságilag jól indítható projekt. Köszönöm. Mekkora az akupak benne, bocsánat, tehát milyen súlyt vagy tömege van hát, az akkumulátorok? 193 kW órás nagyságrendű akupak van benne. Ez elég nagy, nyilván személyautókhoz képest sokkal nagyobb. 5-6 nagy csomagú akú. Igen ám, de azzal, hogy kivettük belőle a dízelmotort, annak a helyre pontosan elfér, tehát fizikailag köbméterre elfér, súlyra gyakorlatilag ugyanannyi a végeredmény a súlyban, mint ami a dízel történetben volt. Ugyanis a mi motorunk az egy kis aranyos kis, relatíve kicsi motor, vegyük úgy, egy főmeghajtó motor, nekünk csak egy motorunk van a kocsiban, tehát nem, mind négy, vagy nem minden kereket hajtunk, és ugyanúgy hagyományos kardán áttétellel, ahogy azt korábban is a dízel életében üzemeltettük a, üzemeltették a kocsit, úgy hajtjuk meg a villanymotorral. Fokozatmentes a váltó? Igen, teljesen, sőt, nincs benne váltó nincs benne váltó, és nincs benne kuplunk. Ez is egy óriási nagy dolog, mert a hiba lehetőségeket ezek, ezeki kiköszöböljük. Ezt egy elektronikus vezérléssel oldottuk meg, megfelelő programozással, és ez is jogvédett, tehát nagyon fontos része a történetnek. Arra vonatkoznak-e tesztek, vagy végeztek-e már teszteket, Igen. hogy milyen időjárási körülmények között érzi a legjobban magát az elektromos vontató? Igen, tehát ami nálunk Magyarországon van időjárási körülmény, az minden tökéletesen megfelel. Tehát kétségkívül biztos, hogy kicsit nehezebb a mínusz 20 fokban, de tud működni, és a plusz sajnos már léteznek 40 fokok is, de ott is tud működni. No, hát ezek mind jó az intervallumban még mindig, Szibériában még nem próbáltuk. Ezek mind jó hírek. Köszönöm szépen. Egyébként majd egy-két technikai információt még odakint, amikor megnézzük és meghallgatjuk, hogy igazából nincs túl nagy hangja ennek a vontatóknak, akkor elmondok. Nagyon szépen köszönöm, hogy beavatott bennünket a műszaki részletekbe. És akkor Tóth Csabához fordulok a Transped képviseletében a fuvarozási igazgatóhoz, hogy tudnélik, amelyet Szabolcs is már említett, azt a témakört nem tovább, hogy mire kell, mire lehet hatékonyan, használni egy ilyen műszaki megoldásokkal bíró járművet. Köszönöm szépen, és üdvözlök mindenkit. Én, igen, a Szabócs is mondta, 2019-ben kezdtük, akkor én akkor látogattam meg először az Elektromegának a, az üzemét, és akkor pont még egy a polgármester úr is említett kukáskocsinak az átalakítását éppen végezték, és ma akkor beszélgettünk róla, hogy hogy lehetne ebből nyelges vontatóba átültetni. Ez egy hosszú út, mert a, a gyári nyelges vontatókat is megvizsgáltuk, mert ma már egyre több gyártó kínál gyári megoldást ezekre, de ahogy Dániás mondta, ezek, ezek egy nagyon drága, és jelenleg még nem hatékony megoldásai ennek a problémának. A legfontosabb az volt, hogy az döntöttük el, hogy mire lehet használni ezt az elektromos vontatót. Arra lehet használni, hogy egy ilyen rövid távú, úgymond járatokban, ahol városon belül, vagy két közeli város között, raktár, gyár közötti kiszolgálásban tud ez a, ez a vontató jól és hatékonyan működni. Ehhez a munkához alakítottuk ki magába az egész konfigurációnkat, és a, úgy választottuk az akupak nagyságát és a, a lóerőt is, ez egy 320 lóerős, elektromotor, amit ugye 193-5 kW akkumulátor hajt. Mi számításaink szerint 100-110 km fog tudni megtenni egy töltéssel, teljes terheléssel, és a töltése az viszonylag gyors, tehát egy hagyományos, úgymond ipari áramkörnyezet mellett melletti 463 amperrel néhány óra alatt feltölthető. Ehhez kerestünk mi olyan viszonylatokat, viszonylatot, ahol a leghatékonyabban tudnánk működtetni, illetve fontos szempont volt az is, hogy mivel nekünk még nincs ebben üzemeltetési tapasztalatunk, ezért mindenképpen egy olyan helyszínt próbáltunk választani, ahol az elektromagának a segítségnyújtása elérhető és kézzelfogható ezért is kerestünk a debreceni partnereink között, és azt kell mondani, hogy a legelső megkeresésünkre egy nagyon pozitív választ kaptunk. Szabó Péter ügyvezető úr egyből azt mondta, hogy persze beszéljük meg, dolgozzuk ki, és nézzük meg ennek a lehetőségét, és ezzel a pozitív visszajelzéssel tudtunk ebben indulni, és így tudtuk ezt megvalósítani. Ugye ma ünnepélyesen üzembe helyezzük majd ezt az elektromos vontatót. Próbálta-e már valaki a gépkocsi vezetők közül, a sofőrök közül, és ha igen, akkor milyen visszajelzés érkezett, illetve kell-e egyébként másként tréningezni elnézést a kifejezésért azok, akik, azokat, akik ezt fogják vezetni? Igen, próbáltuk, én is próbáltam. <laughs> nagyon jó élmény úgy vezetni. Vannak már próbafuvarjaink ezzel a kamionnal végezni, igaz, hogy csak így nagyon burkoltan így a városba egy-két fuvart végeztünk vele. Amire nagyon kell figyelni, vigyázni, a hagyományos mondatóval szemben nagyon direkt a nyomatéka. Ezért ugyan vadonatúj gumikkal szerettük fel ezt a hadsnát vontató, de az látszik, hogy a, próbakörök azért elég viselik ezt a, ezt a gumit. Ezt kell megtanítanunk a gépkücsövezetőknek, hogy itt nem, nem, kell egyből nagy gázzal és elindulni, mert a kerekek nagyon hamar kipörögnek. Ez a legfontosabb amúgy, ami a változás. És a felező használatát is el kell nyugodtan felejteni. Lett volna ott hogy Ragodj, egy hozzászólás nyugodtan, ragadj. Nem. a kocsi, tehát ebből is látszik, hogy mennyire erős az elektromos meghajtás. Igen, azonnal a rendelkezésre áll a nyomaték, és ez szokni kell egyébként ez... még egy hétköznapi utcai elektromos autóban is. Igen, igen igen. Hát nagyon szépen köszönöm, fogunk majd még beszélni, beszélgetni, illetve természetesen interjúkészítésre is van lehetőség a vendégeinkkel. És akkor Szabó Péterrel folytatnánk a Scheffler képviseletében. Hát ezt a nyitottságot köszönjük szépen, mert ennek is köszönhető, hogy most itt ülhetünk, és nem csak beszélgethetünk, de hamarosan megnézhetünk egy ilyen elektromos vontatót. Mióta tart a két cég együttműködése, és mi volt a legvégső érv, amivel meggyőzték, hogy igen, ebbe érdemes lenne beszállni? Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Ugye közel 15 éve tart a kapcsolatunk. Sok év nem kellett hozzá, mert szeretjük a kihívásokat. És mikor a kollégák először hozták, és ugye a jármű is volt bent nálunk a cégnél, akkor, akkor úgy döntöttünk, hogy igen, vágjuk bele, és, és, próbáljuk ezt, ezt közösen megvalósítani. Ugye nekünk a cég számára is nagyon fontos a fenntarthatóság, nem az energiárak miatt, már sokkal hamarabb elkezdtünk ezzel foglalkozni. És én úgy gondolom, hogy ami, amit az előttem szólók elmondtak, nagyon fontos az, hogy fontos az, hogy nézzük meg azt, hogy hol van tényleg lételem annak, hogy ilyen elektromos hajtású autókat használjunk. Tehát figyelmejövő az, hogy a környezeti hatását, hol érjük el a legtöbbet, valamint ténylegesen hol tudjuk ezt effektíven használni. És egy, cégnek szerintem az a fontos, amit, amit itt elmondhatok, hogy, hogy az, hogy az költséghatékony legyen is fenntartható, nem pedig azt mondjuk szép és jó nézzen ki. Tehát az, az kell. ez kell, az nem ide ebbe az iparba való. Igen, nem szépségverseny, de annyira szeretem ezt a mérnöki gondolkodást, hogy szeretjük a kihívásokat, ezt annyira jó hallani e, mérnök emberektől. Mire fogják használni egészen pontosan, milyen területen használják ezt az elektromos mondatot? Igazából mi e, raktározunk a, a transpedne, és ott a, a napi e, fuvarokat a raktárból való alapanyagoknak a, a szállítására fogjuk e, használni. tehát már nagyon e, Várjuk, tehát öröm volt azt látni, hogy mondjuk nálunk a logisztikán dolgozók kollégák is hogy jöttek ki megnézni a kamiont, ugye ez is egy olyan hogy nem mindenhol lát az ember, de, de, erre fogjuk elsősorban használni, és úgy gondolom figyelni kell ennek az egésznek a hatását, meg a kifutását, és talán látni lehet azt, hogy hova lehet ezt egyébként mert még tovább felül, még tovább haladni. A polgármester úr a említette, hogy ugye külön üdvözlik azokat a cégeket, amelyek, cégeket, amelyek a zöld megoldásokat, a fenntartható megoldásokat választják, és hát szíve, szívemből szólt vezető igazgató úr is, amikor azt mondta, hogy azért greenwashing jelenségét illene elkerülni, hiszen rengeteg cég önti le zöld a tevékenységét, és ezt érdemes fenntartásokkal kezelni. Tehát a Scheffler alapvetően azt gondolom, hogy ebben is élen jár, és nem csak az emblémájának a betűi zöldek, hanem maga a vállalkozás is. Igen, tehát a cégnek már nagyon régi célkitűzése, hogy, hogy karbonsemlegesség irányába e, mozduljon el. E, nekünk is rengeteg a cégen, itt Debrecenben rengeteg olyan e, olyan technológiai megvalósításunk volt, amivel ezt elősegítettük. Ugye ennek a hozamánya volt az, hogy kaptuk a fenntartható Telbecend díjat. Én úgy gondolom, hogy ami a legfontosabb, az, hogy például el tudjuk azt mondani most már, hogy hogy fűtésre, melegvízre a gyárunkba gázt már nem használunk, csak hulladékhőt, tehát a kompresszoraink, a gépeink által a hőt forgatjuk vissza, valamint olyan technológiai vizeket, folyadékokat tisztítunk meg egy szepanátorral, amivel utána újra tudjuk használni a vizet. Tehát próbáljuk ezt a, ezt a körforgást elősegíteni. Egyértelmű, mi egy, mi egy fém, fémipari, fém megmunkáló vállalat vagyunk, tehát itt itt nagyon fontos az, hogy minél költséghatékonyabbak legyünk, de így, hogy a költséghatékonyság találkozott a fenntarthatósággal, igazából nekünk ez egy ilyen win-win szituáció. Próbáljuk folyamatosan keresni azt, hogy hol tudjuk ezeket a projektjeinket továbbvinni. Most tervezzük a napelemparkot a, a, a cég területére, tehát igyekszünk megtalálni azt a, azokat a lehetőséget, hogy egy, egy 30-35 százalékban saját magunk tudjuk megtermelni azokat a az energiaforrásokat, amire a cégnek szüksége van. Úgyhogy ez ez már most már lassan tényleg így beleívódott a, 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 a cég, mert az ezzel foglalkozó cégnél, ezzel foglalkozó kollégáknak a, 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 a vérébe, és igazából nem is kell nagyon e workshopozni, meg brainstorming, az, hogy mit akarunk, hanem tényleg jönnek maguktól különböző ötletekkel, ami szerintem egy nekem, mint a cégügyvezetőjének egy nagyon kényelmes feladat, mert igazából csak azt kell kiválasztani, hogy melyeket valósítsuk meg, és én úgy az a lényeg ennek az egésznek, hogy hogy lássák annak az effektjét, hogy ez tényleg, tényleg jó, ez tényleg megtérül, tényleg van hatása egyébként a környezetre, és, és utána tényleg a jobb ötletekkel tudnak érkezni a kollégák, és igyekszünk mindent, amilyen ezt megvalósítani. Hát nagyon szépen köszönjük, és ehhez sok sikert kívánunk. És akkor, hogyha Fülöp Szabolcsal indultunk, akkor zárjuk is vele ezt a beszélgetést. Milyen tapasztalatgyűjtés zajlik most majd a következő időszakban ezzel az elektromos vontatóval? És mondjuk felmerülte már az elektromos megoldásoknak az alkalmazása mondjuk más területein is a cégnek? Hát amikor, amikor két-három évvel ezelőtte be elkezdtünk gondolkodni, akkor még egy picit más volt a... A, a, vagy mások voltak a, a feltételezések, más volt a e, szituáció, mint most. E, e, időközben a három éves projekt közben jött például az az ötlet, hogy napelemeket szereljünk a, a, a raktárunknak a, a, tetejére. Tatabányán is és Debrecenben is egy-egy szomposabb -egy, egy -egy kifejezetten az ipari park kiszolgálására használatos naperő termelő egységeket szereltünk föl. Ezek ugye nem, nem termelnek vissza a villamos hálózatban, hanem kifejezetten, a, nap, a a, a, kifejezetten az ipari parkban kerülnek fölhasználásra. És például menet közben kellett újra gondolni. Ugye korábban arra gondoltunk, hogy hát este kényelmesen föl lehet majd tölteni a járművet, semmi probléma nem lesz vele. Csak hát ugye az, az energiárak változása miatt most egyáltalán nem ez van fókuszban, hanem az, hogy hogyan lehet olyan töltési stratégiát csinálni, amikor a nappal megtermelt elektromos áramból lehet egyébként ezeket az autókat feltölteni, hogy ne menjenek kárba most édesapám említette ezt a napelem projektet, most ez körülbelül úgy tudja a cég Debrecen ipari a felhasználását 30%-ban fedezni, hogy tulajdonképpen csúcsidőszakban Körülbelül fele részben tudjuk a, 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 a napelemeket kihasználni, hiszen nem tudunk visszatáplálni a, a hálózatba. Amikor pedig eljön a napnyugta, akkor pedig nyilván nullára csökken a teljesítmény, és ilyen értelemben egy csomó esetben meg nem tudjuk. Tehát olyan időszakokban van szükségünk áramra, amikor azt nem tudjuk meg, felhasználni. Úgyhogy például ebben rengeteg olyan nem tudom, házon belüli optimalizáció, vagy ilyen vezérlési feladat áll még rendelkezés, hogy mondjuk akkor termeljünk hőenergiát, akkor termeljünk, akkor melegítsük a vizet, amikor például a megfelelő energiatermelés van, akkor töltsük a, 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 a elektromos targoncákat, amik, amit a, amik a raktárban ö, ö, működnek. Úgyhogy ez rengeteg, rengeteg olyan finom hangolási feladat van, ami ma már adott esetben nem mérnöki munka, tehát nem fúrni, faragni, csavarozni kell hozzá, hanem informatika, stratégia, menedzsment, és ehhez hasonló innovációkat kell ebbe a dologba belevinni. És én azt gondolom, hogy ha mondjuk ennek a elektromos fontatónak jók lesznek a tapasztalatai, és miért lennének jók, hiszen ezért csináltuk, mert nagyon hiszünk ebbe a dologba, akkor azért, akkor azért országos szinten, mint említettem, legalább egy olyan tucatnyi autónk működik, ami, ami hasonló feladatokban vesz részt. Nyilván minden egyes helyen meg kell vizsgálni azt, hogy nem tudom, töltőpont rendelkezésre, a stb. Tehát vannak azért technikai akadályok szép száma szinte minden területen, de én azt gondolom, hogy ebben elindulhat egy olyan fejlődés, hogy ez egy, ez egy nagyon, jó, nagyon jó kiegésztő színfoltja lehet a következő tíz éves, tíz éves, logisztikának, hogy hogyan helyi szinten hogyan lehet ezeket az eszközöket jól és intelligensen használni, és ahogy mondjuk a, a raktáron belüli anyagmozgatásnak, hát az elmúlt 15 évben én legalábbis azt gondolom, hogy a, a, a modern nagyobb logisztikai vállalatoknál a, a, a gázüzemű targoncáknak tulajdonképpen a 70-80% a lecserélődött elektromos targoncákra teljesen egyértelmű, hogy hogy, 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 normál működésben ezek már hatékonyabban tudnak működni. Én azt gondolom, hogy valószínűleg a, az elektromos vontatóknak is kell majd egy 10-15 év, mire ezek, ezek beérnek de minél hamarabb belekezdünk ebbe az útba, annál hamarabb tudjuk majd a gyümölcseit szüretelni. És hát kíváncsi leszek, hogy a hosszú távú fuvarozásban mi lesz majd a következő lépés. Szerintem ez például egy olyan, egy, egy, olyan kérdéskör, amire jelen pillanatban senki nem tudja a választ, úgyhogy arra biztatnék mindenkit, hogyha szenzációs hírt olvasna holnap valamelyik portálon, akkor kellő gyanakvással kezelje ezt a dolgot. Tehát az iparág jelenleg egy erős útkeresésben van, halvány lila gőze sincs senkinek, hogy most ez a hidrogén meghajtás lesz, amit majd naperőművekbe termelünk, vagy egyébként az elektromos hálózat kialakítható egyáltalán ahhoz, hogy ilyen, ilyen nagyforgalmú tehergépjárművek autópályákon keresztül tudjanak ezen kívül ezen szállítani. Tehát amikor 7-800-900 kilométeres fuvarjaink vannak Európában, és, ehhez több száz kilométer kilogrammos akupakkopat kell magunkkal cipelnünk, és menet közben háromszor, négyszer meg kéne tankolni gyors töltővel az autót egy pihenőidőbe, azért hát finoman szóval. Tehát ehhez ha most egész Európa csak ezen dolgozna, akkor talán tíz év múlva az az infrastruktúra ki tudna épülni, ami ehhez szükséges, és hát hozzáteszem, nem, holnap nem fognak hozzákezdeni ehhez a dologhoz. Tehát, hogy, hogy rengeteg kérdője van ebben a kérdésben, de továbbra is csak azt tudom mondani, hogy vannak olyan lépések, amit ma is meg lehet tenni, ezeket tegyük meg, kezdjünk el tapasztalatot gyűjteni, kezdjünk el menedzsment tudást felhalmozni ehhez, energiamenedzsmenttudást, tudást, és onnantól kezdve sokkal könnyebb dolgunk lesz majd eldönteni, hogy, hogy mi az a technológia, amiben tényleg érdemes investálni a jövőben? Izgalmas időket élünk ilyen szempontból, mert technológiák versengenek egymással. És egyébként ugye nagyon fontos volt, amit említettél, hogy azért mondjuk igazodnunk kell egy kicsit a természeti erőforrásokhoz. Tehát a, ez szerintem mindennek a kulcsa, hogyha egy picit visszalapozunk az emberiség történetében, és máshol nem szól, hogy alkalmazkodunk a rendelkezésre álló erőforrásokhoz, és alkalmazkodunk egyébként a természethez, ami meglőz, nyilván a, a, a túlélésnek valamilyen szempontból a kulcsa. Hú, még egy záró kérdés mindenkinek föltennék, csak egy rövid választ szeretnék, én bocsánat, de hát ennyi okos emberre ritkán van lehetőségem beszélgetni egy színpadon, hogy, hogy hogyan látják a a, a mobilitásnak és a logisztikának mondjuk a, a, jövőjét, a közeli vagy középtávoli jövőjét. Tehát milyen kihívásokkal szembesül az, aki most azon gondolkozik például, hogy elektromos autót vegye, csak egy nagyon praktikus vagy pragmatikus példa, hogy, hogy mi lesz ennek a területnek a legnagyobb kihívása. Hiszen, ahogy említettük, itt azért a technológiák is jönnek, akkor még a szintetikus üzemanyagról nem is beszéltünk, amit nyilván nagyon-nagyon sok nagy olajipari cég fejleszt, hogy vajon környezetkímélő módon elő lehet-e állítani olyan naftát, olyan üzemanyagot, ami meghajtja akár a régi belső égési motorokat is, és mondjuk lokálisan sem szennyez. Ez lenne mondjuk egy álomvilág, de vajon megjön-e, vagy eljön-e ez az időszak? Szóval, hogyan látják a jelenlévők a kihívásait? Ennek a, ennek a területnek. Nagyon röviden. Köszönöm Nagyon szépen. röviden igen. Vannak Magyarországon ma is hidrogén táplálású üzemanyagcellás nem csak kísérletek, inkább fejlesztésnek nevezném már több szállon is fut többek között Debreceni Egyetemen is, és másutt is. Igen, Budapesten Mi... szoktam látni ezt a két Toyota Mirai tulajdonost, akik eljárnak az egyetlen hidrogénkútra tölteni. 350 kötőjel 700 báron, amikor mindig behúzom okay. a nyakamat. Nem ezt azt mondtam, hogy holnap reggel ez ezzel... így, így fog közlekedni, és én csak a nagy ösztömegű járműekről had, hadd had mondjak csak erről néhány szót. Tehát az én meglátásom az, hogy ez a villamos, elektromos meghajtás fog működni hosszú távon, de mivel ez 100 és 200 km hatótávot tud ma, többet nem. Nyilván sok mindentől függ, hogy 100 vagy 200, de ennyit tud. Ahhoz, hogy hosszú távú logisztikai gondolkodás legyen belőle, akkor kell valamiféle más. Ez lehet a hidrogén üzemanyag táplálás, ahol ugye ebből a bizonyos üzemanyag cellából egy nagy, nagy mennyiségű elektromos áram jön ki, és akkor ezzel ugyanez a meghajtás, amivel most beszélünk, és amivel működik már ez a is, azt tud majd akár több száz kilométert, talán azt gondolom, amit a kollégákkal, én korábban erről már egyeztettem, egy 4-500 ők azt mondják, hogy ez fog tudni. Lehet, hogy nem ezeret, de azért már 4-500 is elég szép. Tehát e, -e felé nézünk, az, hogy most ez 5 év múlva lesz valóság, vagy 10 év múlva, nem tudom, de kétségkül ebbe az irányba megyünk. A mi is fog ezzel keményen foglalkozni, mert ebben látjuk a jövőt. Igen, és a nagy kérdés, hogy a fedélzeten van-e az energia hordozó maga, vagy azt töltjük valamilyen rendszerből igen, itt a töltés. Ugye említettem, hogy ennek a vontatónak viszonylag egyszerű volt a töltését megoldani, mert nem kellett hozzá külön villám töltőberendezést beszereznünk, hanem azt sima ipari árammal tudjuk tölteni. De hogyha arról beszélünk, hogy nemzetközi fuvarozás, egy nemzetközi fuvarozásban egy gépkocsi vezető egy vezetési ciklus alatt olyan 700 km tud nagyjából megtenni, tehát az lenne logisztikusnak a kívánatos, hogyha 700 km nagy biztonsággal el tudna menni egy jármű, és a pihenő idő alatt lehetne ezt a töltést megoldani. Na most a, a töltésnek és a töltéssel vannak szerintem nagy problémák itt a hálózattal kapcsolatban, és nem nálunk, hanem Európa, és akár az Egyesült Államokat is említhetném, ahol ugye most ezt a húsz szemi trakkot forgalomba helyezték. Tud menni a kocsi 800-at, csak amikor fel akarjuk tölteni, akkor azzal az az a problémával kell szembesüljünk, hogy óriási áramerőséggel abban a pillanatban. Tehát maga a hálózatot nem terhelné meg, mert a számítások szerint csak 15%-kal növelné meg, ha most ma, holnap minden kamion átállna elektromosra, de az a áramkoncentráció, ami akkor abban az adott pillanatban kellene, ahhoz, ahhoz nagyon nagy infrastruktúrai beruházások kellene. Tehát én azt gondolom, hogy középtávon ez nem lesz megvalósítva, és nem is biztos, hogy az elektromos lesz az irány izgalmas időket élünk, ahogy már említettem, és egyébként sokan elmondják valóban, hogy a kólás üveg nyaka az egyelőre tényleg a hálózatnak a kapacitási korláta, vagy korlátja. Én úgy gondolom, hogy ennyire fekete-fehér nem lesz, tehát szerintem a, a konvencionális hajtóművek, az elektromos, a hidrogén, vagy akár a szintetikus, ez mindegyik jelen lesz. Itt az lesz a lényeg, amiről beszélgetünk is, hogy melyiket hol lehet hatékonyan felhasználni, és ez lesz szerintem a döntő, hogy melyik milyen arányban lesz jelen a következő 10-20 évben. Viszont az látszik, hogy az elektromosnál, hogy az infrastruktúrából ott azért, itt csatlakozom az előttem szórozott, azért, ott azért látszik, hogy van deficitünk, és ez, ez, ez nagyon összetett dolog, mert az, hogy mennyire lesz hatékony, mennyire lesz használható az egyes energiaforrások, az függeni fog attól is, hogy mennyire állnak rendelkezésre ezek az energiaforrások, akár elektromos áram, akár a szintetikus, akár a hidrogén. Tehát szerintem ez egy ilyen, ilyen keresőúton van, most mindenki is próbálja megtalálni azt, hogy hol mi lesz a hatékony, de szerintem ez még el fog tartani egy jó pár évig, mire ez kék is társadik. Viszont, hogyha napi 90-100 kilométert kell menni egy ilyen járműnek, akkor bizony megéri elgondolkozni azon, hogy egy elektromos hajtású járművet használjunk, és ez az előremutató, jövőmutató gondolkodás nekem egyébként rendkívül szimpatikus. Szabolcs, te hogy látod egyébként mondjuk a logisztikának a, a jövőjét, technológiai szempontból? Én azt gondolom, hogy technikailag szerintem nagyon jó jártak a kollégák. Szerintem végszóként annyit mondanék, hogy, hogy igazából ami szerintem a kihívás lesz, hogy a logisztikai cégeknek már ma is megszűnt, de igazából még inkább meg fog szűnni olyan értelemben az a kényelmes szerepük, hogy van egy bejáratott technológia, amire egy üzleti modellt lehet építeni. Itt most, itt most technológiai váltás van, ehhez, ehhez management tudásban, technológiai tudásban fel kell nőni. Egyszerű dolgok nagyon komplexé váltak. Az, amit eddig természetesnek vettünk, azok, azok, azok egytől egyik fölborulnak, és, és, sokkal inkább rugalmasabban, sokkal robosztusabban kell felépíteni minden cégnek a saját üzletét, és a saját üzleti kapcsolatait, és emögött nem tényleg nem nagy szavakat akarok mondani, hanem, hanem egyszerűen. Annyival komplexebbé válik ennek az egésznek a kezelhetősége, amire korábban egyáltalán nem gondoltunk. Amit korábban telefonon, egy-egy sofőrnek átadott papíron el tudtunk intézni, azt ma már egyáltalán tudjuk elintézni. Informatika kell mögé, azonnali adattovábbítás kell mögé, vezetéstechnika kell mögé, mérnökök kellenek mögé, hogy akkor nem tudom, mi legyen a töltési stratégia. Olyan dolgok, amire, amire nem tudom, a 90-es években logisztikus, meg meg, meg a ilyesmit tanult, hát nem is hallott ilyen kérdésekről, és ezek nagyon-nagyon felforgatják az egész iparágat, úgyhogy szerintem fölmaradva a lecke, és, és menedzsment oldalról föl kell kötni a gatyát mindenkinek. De ez egy lehetséges válasz, amelyről ma szeretnénk még majd beszélgetni, illetve amelyet meg szeretnénk mutatni önöknek. Hát uraim, nagyon szépen köszönöm a részvételt ebben a pódiumbeszélgetésben. Egy nagy tapsot kérnék szépen vendégeinknek, Fülöp Szabolcsnak, Szabó Péternek, Tóth Csabának és Kőszegi Dánielnek, hogy a saját maguk területét képviselve elmondták, hogy mit gondolnak úgy általában erről az ágazatról, és egészen konkrétan szó esett a most hamarosan néhány perc múlva ünnepélyesen átadásra kerülő és üzem به ه ز یا میره،